Sziasztok, elérkeztünk a Skyland következő részéhez. Itt van velem Falusi! És itt van velünk Ádám. Hol van Ádám? Mögötted. Ó, oh, hello! Lett egy barátom. Ádám, mit csinálsz? Rossz alkolsz, hát tönkre teszed itt a... Nekem egy de életem miért, van. Miért robbant fel? Hát most miért? Mit álltottam? Kiszöktek a malacok? Hát felrobbant az is. Ádám! Hát, ja igen, akkor nem, épp nem volt állít. Nem áron, malacok! Van elég kajánk? Mert akkor nem halok meg. Hanem eszek. Gyere! Gyertek, gyertek! Gyertek, aztán csukd meg be! Na! Gyertek föl! Most úgy gyere be! Úgyni! Gyertek! Cic, cic! Itt vagyunk, itt ragadtunk a bárányokkal! Amúgy ez itt, ez Isten kerítés. Várjál, jó, oké, csak ki fog már szökni, látod? Már azonnal menni akar. Ki kéne jutnunk? Ja? Nem tudtam, hogy van ajtó. Amúgy egy bárány még kint van, nem? Szürke. Hát sziasztok! Hát sziasztok! Hogy vagytok? Mi újságban? Hát szevasz! Azt van, a bárányt van, is be kéne hozni, nézd, azt a szürkét. Az senkit se érdekel, az a bárány. Nem van. Akkor párosan lennének a bárányok, pont. És tudok szaporítani még egyet. Ki fog szökni az összes? Várjál, van egyet. Gyertek, én. Gyertek, cic, cic, erre gyertek. Gyere. Na, oké, megvan ez a hely is. Szépen, ezt ki kéne amúgy fáklyázni. Mert hogy igen, ő... és ezt meg be kéne temetni, és visszacsinálni, mert nagyon csúnya így. Tudom, hogy... Jó, az volt erre. Jó, akkor most már vannak húsiaink, szóval ezeket meg ki tudjuk nyírni, amint úgy gondolják, hogy felnőnek a bárányok, akkor majd... Lehetünk vegák. Van izény, nem kenyerünk. Leszünk vegák. Nincs bújom a vegákkal, de én hússal. Én szeretem a húsit. Oké, ebben a részben az lesz a következő, hogy ki kéne fáklyáznunk akkor azt a szigetet is, illetve szerintem a másik gagyi szigetet sem fáklyáztuk ki, szóval azt is meg kéne csinálnunk. És az a kérdésem, hogy a falusit hogy tudnánk visszaváltoztatni, a zombi falusit, Johnson-t? Azt még nem fogjuk tudni sok ideig. Na, várjál, ezt már kipipálhatjuk átmenni a gagyi szigetre. Megvolt. Yeah, írd ezt, hogy munkát adni a falusiaknak, hogy most azt akarom megcsinálni. De többfélét, jó? Nyilván, nyilván. Fali. Nem fért ki munkát adni a fali. Jó lesz így. Jó lesz az is. Miért fali? Alapból falu? Meglátogatom Johnson-t. Megnézem, hogy van. Ne érezzem magát egyedül. Azt a kis házat amúgy is meg akartam csinálni szépre. Meg kéne csinálni szépre egyébként ezeket a bolygókat. Mert ajaj, te kis tuszi kis, tényleg. Kéne őket szaporítani, és amúgy itt is berobbant egy creeper miattad úgy szintén. Nem, azt te voltál. Nem. Nem én voltam. El van véve. Nem én voltam. Kéne ásó, basszus, nincs állam ásó. Johnson! Johnson! Johnson, hol vagy? Johnson eltűnt! Gondoltam, hogy ez lesz. Johnson! Néha a szeretnénk eltávoznak. De egyszer Sanyi, és utána Johnson, mikor én eljöttem hozzá meglátogatni, még hoztam neki direkt még egy ajtót, mert csak egy ajtaja volt. És hoztam neki, hogy csak még legyen még egy neki. Sejtleg! És eltűnt! Johnson! Látod? Nézd! Kullogok haza! Na mindegy, szóval... Ó, oh, pedig már jöttem volna ilyen nagy vigasztószatot, amit készítettem, meg minden. Szóval jó. Johnson kinyúlt, akkor majd nem tudom. Valamit kitalálunk a helyére, de mindenképp meg kéne csinálni szépre egyébként. Mit szólnál ahhoz, hogyha lépcsőt is elkezdenénk csinálni, mert nagyon zavar, hogy állandóan ugrálni kell, de nincs kövünk. Kapa van nálad? Gyere már, kapáljál nekünk. Van nálam tökmag, ültessük el, meg cékla. Ne csináljuk azt, hogy szépen sorba, hogy külön a krumplit, külön a búzát, hogy ne keverjük össze? Egyelőre így is van, ez nincs sok, majd ha tud leszek. Ide menjünk, hátrafelé.
Oka. Itt menjünk tovább. A céklából tudunk csinálni valamit, nem? Cégla nevest. Ja, de amúgy ne, azzal lehet szaporítani a malacokat. Ha, akkor jó. Kell, igen. Oh my god! Pont arra fordul, ne várj! Hát, napra forgó. No! Mindegy, akkor ide ültetem őket így. Cukiba. Nézd, milyen cukik! A reston nem akarjuk kiszedni. Kiszedjük, de minek? Kiszedem a szenet. Fáklyázzuk ki most már a falusiaknál a helyet. És meg kéne csinálni, hogy majd ilyen szép egységes legyen. De figyelj, mi legyen a stratégiánk? Legyen az, hogy először végigmegyünk mindegyik szigetre, vagy kezdjük el kipofozni, amit már felfedeztünk. Egy sziget, és azt kipofozzuk. Amúgy ez nem rossz ötlet, és akkor így sorba haladunk, és akkor legalább nem lesz az, hogy... Van egy kis rendszerünk, aha. Aha. Akkor legyen az, hogy most van két szigetünk, a gagyi sziget, és a másikat hogy nevezzük el? A falu. Akkor legyen az, hogy kéne majd csinálunk táblát, tudod, ilyen tök jó bejárati részt csinálhatnánk. Jó, akkor az a kérdésem hozzátok, vagy kérdésünk felétek, hogy melyik szigetre menjünk majd legközelebb, miután a gagyi szigetet és a falut kipingáltuk szépen, hogy hova menjünk egy csalamádé! Szóval, hova menjünk? Ez a kérdés hozzátok. Van itt különböző sziget, válogathattok majd. Az egy eléggé multifunkcionális sziget ott. Igen, azt hiszem, hogy az nagyon nagy. De azt hagyjuk szerintem későbbre. Én azt mondom. Én... De majd a nézők eldöntik. Amúgy. Igen. Számít a véleményem, van jogod. Számít, van jogod. Egy kevés. egy csöpnyi. Fél szavazatot ér. Amúgy oda is kéne majd mennünk. Vagy oda, mert hogy ott van sok olyan dolog, amíg én is. Előtt cukornád, ott majd kell, meg... Üveg is kéne. Vagy az. Mert ott láttam egy tenet. Uuuuh. És már el is neveztem. Ó, oh, hogy hívják? Hank. Hank! Jó, majd Hankért is elmegyünk. Jó, amúgy igazából én a mondó vagyok amúgy, hogy akkor ássuk ki ezt a homokot itt, hogy azért elkezdjünk haladni a házzal is, mert annyira ocsmány szegény, hát hogy néz ki. Mi lenne, hogyha már van elég tölgyfánk, hogyha a sarkokat megcsinálnánk most? Tölgyfából, röngből, mit szólsz? Megcsináljuk. De akkor már... Hogy akkor már haladjunk a házzal is, olyan csúnya. Szóval most ebbe a részbe azt fogjuk csinálni, hogy elkezdjük kipingálni ezt a két helyet. Hogy ne csak az legyen tényleg, hogy itt disznó módon végig túrjuk az összes szigetet, azt kész, csá. És legyen benne egy kis izgalom. Ezt rád bízom, ezt a szigetet. Mert a gagyi szigetben van egy bánya. Szóval néztük meg. De együtt menjünk el. Én azt mondom neked. Mert az úgy jó. Jó. Akkor menjünk el oda. Hát, ha tudunk még vasat szerezni, és akkor tudunk égetni, és akkor folytathatjuk tovább. Csak ne az legyen, hogy mindent elkezdünk, és semmit se fejezünk be. Mert nálam ez tipikus, úgyhogy menjünk szépen sorba. Itt egy slime. Johnson helyett itt egy slime. Igen. Johnson ezt hagyta maga után. Jaj, ez jön ki. Na mindegy. Jövök. Jaj, szegény, hallod? Ezek kinyírják saját magukat, vigyük már föl! Gyere, nyuszi! Gyere, csinálok neked lépcsőt! Igazából, ha felviszed, akkor csak leugrik a szakadékból. Nem fog leugrani. Eddig se ugrottak le. Elugrott le két blokkról, akkor szerinted... nem fog. De nem akarom, hogy meghalljon. Gyere, nyuszi, csináltam neked itt... Majdnem. Mindjárt megcsinálom. Lépcsőt! Nyuszi! Milyen fog tartani egy darabig, mire átviszem slattot? Hol van? Nem, itt jön. Gyere, slatt. Istenem, le ne ugorjon, slatt. Nem fog, megvédem. Aj, de Édi, hogy ugrál? Menjél, slatt, menjél, légy szabad. Menjél a papához. Oké, én addig lemegyek, jó? A bányába megnézem, hogy milyen ércek vannak. A fél úton vagyok, ott vagyunk. Adam. Mi az? El kell mondanom neked valamit.
Ki tudom találni szerintem. Gondoltam. Meghalt a Gyuszi. Megölte magát? Igen. És Lat ne néz hátra. Miért nyírta ki magát? Öngyilkos volt, nem bírta a testvére halálát. Slott. Lehet, a tényleg gagyi sziget és nincs itt semmi. Mondom, hogy az a legrosszabb az választott a lehetség. De mi itt volt? Johnson? Tehát egy elhagyatott ház van rajta, szerinted jó? Hát de most volt nyuzi. Igen, volt. De amúgy olyan gagyi a sziget, hogy itt még a gyulak is kinyírják magukat. Nem bírják, megölik magukat. Jó, hazahoztam Slattot, de legény szerintem ki fog ugrani a házba, hogy csinálok egyelőre kerítést ablaknak, mit szólsz. Nem fog eltűnni amúgy? De lehet. Hát Ádám, itt nem nagyon van semmi. Csak kő. De abból egész sokat szedtem már. Viszont. Kéne egy ásó. Szia Slatt, vigyázz magadra. Elmegyek dolgozni. Kéne tehát nincs ott semmi? Hát én nem találtam, de próbáld meg te is, én addig hozok egy ásót. Jó. Nézzünk, milyen ablakot csináltam. Csak ne ugarjon kislap. Mi ez a gagyi ablak? Ez ilyen izé csövesek vagyunk. Hát azok vagyunk, nézd már a házunk. De amúgy tényleg nem is rossz. Szia Slatt, de amúgy ő nem tud megölni? Nem, ő pici, nem tud megölni. Nézzek, állj oda hozzám. Cuki! Hát szia. Mondjuk folyton meg akar. Na, látom, nem nagyon szeret. Na ez. Ez itt. Igazi luxus. Oké, én azt fogom csinálni, hogy gyere aludni. Ó, ő Laci bácsi! Hello? Ő az alkoholista Laci bácsi. Állandóan iszik. Hé, Lajos. A lámáidat sétáltatom? Vigy kell a lámáid. Nem fog tűnni, meg kell ölni, ha akarod a lámákat. Jó, kössük ki őket. Fordulj. Jó, nem nézek oda. Bejött a házba, kényeled be! Áj! Nyugodjatok le! Kössük ki őket. Nyugi, várjál, au! Hoppá, beszökött a másika! Ott van bent a másik. Egy idő után amúgy abba hagyja a köpködést. Meghaltam. Leköpte, egy köpésbe haltam meg. Lelettél. Dupla faj. Slatt! Kifagytam. Nem megölt egy Slattot! Nem megölt egy Slattot! Mi volt ez a hatásszünet nálad? Slatt, te már! Megölt egy Slattot! Hova vigyem őket? Maradványi. Nem tudom, jó kérdés. Ide kötöm őket, nézd, ide kössük ki. De valami másik, lassú. Nálad. Okay. Hozd ide ki. De hallod, szerencsétlen, ne így vidd már csóri előtt! Mit csinál ki? Nem fér ki, na azért. De amúgy magától megy, tehát az én kis freestyle-os. De cukik, meg tudjuk őket majd ülni. Lámagolunk majd. Nem lesz kicsi lámány. Ó, kinyit a tök. De majd lesz, hát ha a következő menetben sikerülni fog valami. Ezek a napraforgók eléggé bunkók. Na mindegy. Oké, hát Slatt emléke. Itt van Sanyi, itt van Slatt. Sanyi és Slatt, mind a kettő itt van. Kár, meghalt Slatt. Jó, mindegy. Megpróbálom túltenni magam rajta. Akkor azt fogjuk csinálni, hogy elkezdjük kipofozni. Kéne fákja, hogy átvigyem a fákját másik a faluba. Jó, én most azt fogom csinálni, hogy adok munkát a falusoknak. Jó, az fontos. Én meg kifákjázom. Az egyiknek. Meg kéne duplázni a hidat, hallod? Nagyon para így a híd. Jó, lehet, mondasz valami. Úgyhogy majd csinálj kérlapot. Mit akartam meg? Nem tudom melyik munka lenne a legjobb. Hát szerintem mindenféle munka kéne. Kéne egy izé. Jó, de ketten vannak. Ja nem amúgy, nem kéne neki munkát adni, mert utána nem lett gyerekük, azt hiszem. Tényleg? Ah. Az hogy? Nem tudom. De miért ne lehetne? Csak lehet. Nem, túlságosan hivatás, nem tudom.
elfoglaltak, nem érnek rá a gyerekvállalásra. Nem érnek gyerekre. Bocsi. Nem érnek gyerekre. Na, akkor megpróbálom neked szaporítani. Ezt valahogy meg lehet oldani? Mm. Menj odébb, falusi! Nem érek rá. Ennyi bajt veletek, komolyan mondom. Úristen, hogy nagyon meg kéne csinálni ezt a helyet, mert nagyon ocsmány, hogy így össze-vissza vannak a földek. Úgyhogy ezt mindjárt megcsinálom. És valahogy meg kéne csinálnunk valami szép ilyen lépcsősre, én azt mondom. Ki kéne ütni ezt a fát? Van nálad balta? Nincs mi? Van. Van? Kiütöd ezt a fát itt? Melyiket? Ezt itt. Na, ez itt tök jó, de csinálhatnánk majd valami kaput. És akkor ez lesz a falu. Várj, megcsinálom az izét, normálisan. Remélem tudjuk szaporítani a falusiakat, mert nagyon-nagyon boldoggá tenne a tudat. Szerintem tudjuk. Igen? Nem voltunk még lent, igaz? Nem bányásztunk még itt. Itt nem, de szerintem nem is lesz. De azért megnézhetjük. Nem lenne rossz ötlet. Miért, hogy már egymagában is elég jó, hogy itt a falu. Nem hiszem, hogy tettek még ide valamit. Megkupsizzuk majd. Ez jó lesz így, és akkor itt lesz egy ilyen felfele lépcső. Ó, van nálam egy akácia csemete. Gyil. Ez amúgy jó, mert... van valami. De megint a közepébe bele. Ádám. Igen, mert a közepébe bele vannak dolgok. Mit csinál? Oké, egymásra harcolnak. De jó! Üztes, megküzdhet velem. Tényleg amúgy. Mert... Hopp, ügyes vagy. Gyere! Várjál, jövök. Csak itt alapból úgy ássam ki, hogy ne verjük be a fejünket. Jó, többet nem tudom. Ez itt. Spawner? Nem. Valami titkos dolog? Oh my god! What is... Na jó, rabszolgarne! Amúgy nézd! De menő meg nem el. Márka, ja? Nem. Ez ezek itt rejtegették. Na akkor ennek ez legyen a munkája. Ha már itt van neki, mert ez az ideje. Úristen, nevezzük el a rab, rabszolga. Vagy ő rabszolga, vagy bűnt követett el vajon? Lehet, hogy csak ők a gonoszok, és ő az áldozat. Bezárták aha ide. Nézd! Vagy lehet, hogy... Nézd, mi van odaírva! Úr. Hallod, legyen már ez a naplom. Kedves naplom. Slant! Na, hogy hívjuk? Gáspár! Laci? Nem, a Laci az alkoholista láma, akit már megöltünk. Nem úgy értem, hogy Gáspár Laci. Ja! Szegény, miért van bezárva? Gáspár! Vajon mi lehet Gáspár titka? Vajon ő azért van ide bezárva, mert bűnt követett el? Vagy a fönti falusiak bezárták, mert gonoszak? Itt rejtegetitek, Gáspár? Mert érted, hogyha börtön lenne, akkor azt nem titkolnák így? Szóval lehet, hogy Gáspárt... Te itt, te! Igen, hozzád beszélek. Gyerünk, valljad be bűneid. Na? Aludni akar szegény a végén. Na? Ne forgolódjál. Egy az ágyba. Most azonnal. Gyerünk. Visszafeküdt. Jól van, Józsi. Még beszélünk. Marika? Tudsz valamit a József bűneiről? Marika? Hm? Gyere ki. Igen. Bocs. Börtönbe zárni. Amíg nem vallják be bűneiket, addig be vannak zárva. Punktum. Hallod, ezek zászlók. De menő. Vigyük már. Igen, vissza, én is. Elviszi. Dísznek. A csúnya házunkra az. Csúnya házunkra, hogy még rondább lesz. De nem vesz el valamennyit. Úristen, hallod, mennyi akácia? Úristen. Hát kiengedem Gáspárt. Jó, hagyjuk őket dolgozni. És kap egy munkát, nézzük, mi lesz. De akkor nem pároztatod őket? Hát de még fent van kettő, most mondom ki Gáspár. Ja, Gáspár! Hallod, lehet, hogy Józsi azért zárta be Gáspárt, mert megtudta, hogy Marika megcsalja vele.
És ez a bűne. Több minden történhet, kommentben várjuk a megoldásokat, hogy vajon mi lehet. És ezzel a résszel be is fejeznénk. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, következő részben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!